Isten áldása minden családon ott van, véget ért Ferenc pápa tanítássorozata a családról és a házasságról. Humanitárius katasztrófát sikerült megakadályozni, Balogh Zoltán beszéde a közös munkáról a határon. Nem hiba barátságosan bánni a menedékkérőkkel, Angela Merkel megbeszélése az osztrák kancellárral. Üdvözlöm Önöket, jöjjenek a részletek! 27 részes tanítás sorozatának végére ért Ferenc pápa. A családról és házasságról szóló katekéziseit azzal zárta, Isten áldása minden családon ott van, nem csak a keresztényeken. A szerdai általános audiencia végén a hívek imáit kérte az előtte álló apostoli utazásáért, melyet Kubában és az Amerikai Egyesült Államokban tesz. Véget ért Ferenc pápa tanítássorozata a családról és a házasságról. A 2014 végén kezdett katekéziseinek utolsó részében felhívta a figyelmet, hogy a család témája az egész világot meg kell, hogy szólítsa. Hiszen a férfi és a nő szövetségének kell meghatároznia a politikát, a gazdaságot és a polgári együttélést, hogy a föld újra lakható legyen, mondta a pápa. A Szentatya kiemelte, nem vagyunk elátkozottak, sőt Isten ígérete, melyet a férfinak és nőnek tett, minden emberi lényre vonatkozik. Aki elfogadja, hogy Isten áldása minden családon ott van, azt a keresztények testvérként üdvözlik, legyen bármilyen nemű, nemzetiségű vagy bármilyen vallású. Bízzuk magunkat az irgalmas Jézusra, miként Mária. Bármit is mond, tegyétek meg. Ez a központi témája Ferenc pápa kedden közzétett üzenetének, melyet a betegek 24. világnapjára írt. A pápai dokumentum magja a kánai menyegző evangéliumi elbeszélése, amit a pápa az egyház ikonjának nevez. A betegek világnapját jövő évben Názáretben tartják, a Lurdi Boldogasszony emléknapján február 11-én. Könnyen meg lehet, írja a pápai üzenet, hogy az ember enged a reménytelenség kísértésének, gondolván, hogy minden elveszett. Ám éppen ezekben a nehéz pillanatokban mutatkozik meg az Istenben való hit pozitív lehetősége, írja üzenetében a Szentatya. Üzenetében megemlékezik továbbá az anyákról, akik ott állnak beteg gyermekeik ágya mellett, és azokról a fiakról, lányokról, akik idős szüleiket gondozzák, de az unokákról is, akik nagyszüleikkel törődnek, ők mindnyájan a szűzanya kezeire bízzák magukat. Erdő Péter bíboros az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa elnöke szeptember 16-án a testület éves közgyűlésének záró napján szentmisét mutatott be az európai püspökökkel a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában. Erdő Péter bíboros szentbeszédében kiemelte, íme a hely, ahová tették, mondja az angyal az asszonyoknak, akik üresen találják az Úr sírját húsvét hajnalán. Meg vagyunk hatódva, hogy itt ünnepelhetjük az eukarisztiát, közel ahhoz a helyhez, ahol Urunkat eltemették, és ahol egyszer s mindenkorra legyőzte a halál, emlékedett a bíboros, majd hozzátette, olyan időket élünk, amikor elsősorban a dolgok lényegére kell odafigyelnünk, egyes részletek további pontosítását elvégezhetjük nyugodtabb korszakokban, amikor nagy egyetértés uralkodik. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa első alkalommal tartotta közgyűlését a Szentföldön szeptember 11-e és 16-a között. A plenáris ülésen a főpásztorok áttekintették az európai országok egyházait érintő kihívásokat. Ott, ahol együttműködő találkozások vannak, megújul az élet, hangsúlyozta Kozma Imre atya, a betegápoló irgalmasrend magyarországi vezetője, a Szent Ferenc játszótér felavatásán mondott beszédében. A szerzetes rend által működtetett intézmény és Budapest második kerületének önkormányzata közös projektjét hivatalosan szerdán délelőtt adták át. Új játszóteret avattak szerdán délelőtt a második kerületben működő Szent Ferenc Kórház parkjában. Ez a tér a találkozások helye, ahol többet lehetnek együtt a betegek családtagjaikkal és a gyerekek is kikapcsolódhatnak, mondta köszöntő beszédében dr. Toldi Sedel Emil, az intézmény igazgatója. Hozzátette, az új játszótér egy szép példája a közös együttműködésnek.
Az irgalmas rend által működtetett intézmény adta a helyet, az önkormányzat pedig biztosította a játszótér elkészüléséhez szükséges 10 millió forintot. Kozma Imre atya, a szerzetes rend magyarországi vezetője hangsúlyozta, ott, ahol együttműködő találkozások vannak, megújul az élet. Láng Zsolt polgármester az együttműködés következő lépéséről is beszámolt. A Lipótmezői úti házi orvosi rendelőnek szintén a kórház biztosít majd helyet. A Szent Ferenc életét bemutató parkról Kőboldizsár beszélt, majd ezt követően Kozma Imre atya felszentelte az új játszóteret. A székesfehérvári egyházmegye hagyományos kétnapos bodajki zarándoklatára idén már 11 településről érkeztek gyalogosan hívek, hogy imádkozzanak a segítő szűzanyához. Spányi Antal püspök különleges ajándékkal lepte meg az ősi kegyhelyet, tájékoztat az egyházmegye. Az egyházmegyében az idén első áldozók a főpásztortól külön meghívást kaptak Bodajkra, hogy együtt ünnepeljék meg az Úr Jézushoz való tartozásukat. Spányi Antal püspök ünnepi beszédében hangsúlyozta, az elődeink által tisztelt kép története is mutatja, hogy Bodajk nem csak a fehérvári egyházmegyének, hanem minden kereszténynek kedves Mária kegyhelye volt. Ezen a helyen Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, valamint az itt járt szentek nyomán sok nemzedék imádkozott, akikhez jó csatlakozni, védelmet, vigaszt és segítséget kérni a szűzanyától. Humanitárius katasztrófát sikerült megakadályozni az elmúlt napokban, azzal az összehangolt munkával, amelyet a magyar hatóságok a segélyszervezetekkel együtt végeztek a szerb-magyar határ térségében. Ezt Balogh Zoltán mondta, az emberi erőforrások minisztere. A rendvédelmi szervek feladata a határvédelme mellett a segélyszervezetekkel, a gyermekvédelemmel, az egészségüggyel együttműködve megvédeni és ellátni azokat, akik menedéket kérnek, tette hozzá Balogh Zoltán. Bejelentette továbbá, hogy a kormány döntött arról, hogy 200 millió forinttal támogatja azt a három humanitárius szervezetet, a Magyar Vöröskeresztet, az Ökumenikus Segélyszervezetet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, amelyek Magyarországon és testvérszervezeteikkel együtt a szerb oldalon segítik a migránsok ellátását, közölte a miniszter. A magyar-román határon, a magyar-szerb-román hármas határtól észszerű távolságig húzódó kerítés megépítésének előkészítéséről döntött a kormány, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter hozzátette, az intézkedésre azért van szükség, mert a magyar-szerb határon épített kerítés hatására az embercsempészek megváltoztathatják útvonalukat, így a bevándorlási nyomás egy része áttevődhet Románia irányába. Előkészítő munkáról van szó, a határvonaltól 4 méterre magyar területen kezdik meg a földmunkálatokat, amelyek szükség esetén ideiglenes biztonsági határzár kerítés felépítését teszik lehetővé. Az észszerű távolság azt jelenti, hogy a hármas határtól a Maros folyóig, majd onnan még pár kilométer hosszan kezdik meg az előkészítő munkálatokat, mondta Szijjártó Péter. Az Alkotmánybíróság keddi döntése szerint alkotmányellenes a kúria azon döntése, amely lehetővé tette a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezést. Így nem lehet megtartani az erről szóló népszavazást. A kúria most megsemmisített végzése a Nemzeti Választási Bizottságnak azt a határozatát változtatta meg, amely megtagadta a férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívén szereplő kérdés hitelesítését, közölte az Alkotmánybíróság a honlapján. Az Alkotmánybíróság határozatát hivatalosan a jövő héten teszik közzé. Tekintettel azonban az ügyben folyó aláírásgyűjtésre indokoltnak tartották a döntésről való tájékoztatást, közölte a testület. Új tanévet kezd sok ezer erdélyi magyar fiatal, tehát sok ezerszer hangzik el ezen a napon, hogy sok sikert kívánok. Fogalmazott köszöntő beszédében Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselő, a Dévai Téglás Gábor elméleti líceum tanévnyitó ünnepségén.
Hunyad megye egyetlen önálló magyar tannyelvű iskolájában idén 11. alkalommal csengettek be. A sikeres tanuló az, aki örömmel segít másoknak, aki őszinte és megbízható csapattag, aki tudja, hogy az igazi öröm csak attól teljes, hogy valakivel megoszthatja, aki képes megérteni azt, hogy együtt minden akadályt könnyebb áthágni, és minden győzelemnek nagyobb az értéke, tette hozzá a képviselő. Elfogadhatatlan az az érvelés, hogy azért erősödött fel a menekült hullám, mert Németországban barátságosan bánnak a menedékkérőkkel, ezt Angela Merkel mondta német kancellár Berlinben. Nagyon őszintén mondom, ha most még bocsánatot is kellene kérnünk azért, mert barátságos arcot mutatunk egy vészhelyzetben, akkor ez nem az én országom, jelentette ki az osztrák kancellárral folytatott megbeszélése után. A kancellár arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy miként értékeli azokat a vádakat, amelyek szerint hozzájárult a menekült hullám felerősödéséhez több megnyilvánulással, amelyekkel Németország fogadókészségét jelezte az EU-ba igyekvő menedékkérőknek. Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kihívásáról van szó, amellyel az uniós országok csak közösen birkózhatnak meg, és ez nem sikerülhet, ha csak azt nézzük, hogy még nem találtuk meg a választ, és azt mondogatjuk a másiknak, hogy miattad van, mondta a német kancellár. Zágráb átengedi Horvátországon a migránsokat és segíteni fog nekik, hogy eljussanak Nyugat-Európába, közölte Zorán Milanović miniszterelnök. Horvátország kész arra, hogy befogadja ezeket a szerencsétlen embereket, és segítse őket abban, hogy eljussanak oda, ahová akarnak menni. Ez nyilvánvalóan Németország vagy valamelyik skandináv ország, mondta a parlamentben a kormányfő képviselői kérdésre válaszolva. Az nem derült ki szavaiból, hogy milyen irányban engedik tovább a migránsokat. Milanović szerint Horvátországban közel sem lesznek olyan állapotok, mint Szerbiában és Magyarországon. Továbbra is elutasította, hogy falakkal vagy szöges dróttal védjék meg az ország határait a menekült hullámmal szemben. Ugyanakkor kiemelte, hogy szem előtt tartják az ország alapvető biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeit. Híreinket ma is programajánlóval zárjuk. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva rendkívüli nyitvatartással várják az érdeklődőket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok a hétvégén. A színes programok között többek között tárgy, simogató, kerékpáros túra, multidézés a szolnoki várban, emléktáblaséta, ingyenes tárlatvezetés szerepelnek. A bónum híreket látták, ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Ha hírük, videójuk vagy fotójuk van, osszák meg velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!